Kedve Zoltán, mit csinál? Ja, beszeretnék mutatkozni. Ich bin a good tourist, ich bin good nigger. Hát Belgiumban vagyunk, ugyebár, és épp itt Európa Unió fővárosában. Holnapra csinálj egy kis reggelit. Reggelit, mivel megyünk dolgozni. Hazai cucc. Itt van minden. Föl kellett készülni, mert Belgiumban iszonyatos drágaság van. Igen. Elbeszélések szerint amúgy valójában nincs, de ezért hoztunk egy 5-6 kiló kaját. Uh-huh. Megérte. Mondjuk pár ezeret megspórolhatunk volna, ha itt vesszük meg. Igen. De viszont ez otthoni cucc, nagyon jó. Nagyon szép a szoba, az. Nagyon fasza. És hát, kérem. Azt meg kell hagyni. Tehát... Ja, hát Belgium persze, Európai Uniós város. Majdnem, hogy az Európai Unió központja, ugye bár a pénzt felvett mindenki, ez látszik a szobán is. Mi is kurva jól keresnénk, ha a belga cégnél dolgoznak. De jó, nem kell húzni a függönyt, ha ki akarok videózni az utcán. Nem divat errefele, nem divat a függöny. Nem, de a tapéta se, mert a tapéta egészségtelen. Hagyjam, de a falfestés se, hogy nem. A festékben rengeteg mérgező anyag van. Hát itt az sincs. De ez le van beszélve a Csillár környéke. Nem mutatja a Csillárt nem? Mm-hmm. Nagyon jó. Ja. Hát igen, így Belgium. Brüsszeltől 50 kilométerre. Ja, ez itt a rasztal helye, meg a szekrény helye, meg a szemetes helye, meg hát a szőnyeg helye, vagy a kárpidé, nem tudom. És ezek a biztonságos konnektorok? Igen. Az szabvány. Uniós szabvány. Azaz. Nagyon szép. Köszönöm szépen az interjút. Hát, nincs mit. Egyébként nem tudok elmondani. Kérem, kapcsolja ki.